Megtelt a pécsi iparosház nagy terme szombaton. A Mi Hazánk mozgalom kampányindítóját tartották itt. Baranya 2. választókerületének jelöltje szerint van megoldása a munkahelyteremtésre Komlón. Komlói körzetben volt valamikor egy nagyon klassz kis könnyű iparunk, amit újra lehetne éleszteni. Nyilván sajnos azt tudjuk, hogy a bányászattal nem nagyon tudunk mit kezdeni, de a könnyű ipar az bizony még mindig működne, illetve hát van egy gyönyörű becsekünk, ahol azért lehetne különböző turista programokat, látványosságokat csinálni, felújítani a tévétornyot, ugye, ami szerencsétlen úgy néz ki, mint amikor megépítették kis túlzással. Ott van egy kempingünk, ami gyakorlatilag szanaszét van esve. De a pécsi vidámparkot is újra lehetne nyitni, Ipad Sándor szerint. A munkahelyteremtés Baranya 1-es körzetében is fontos, mondja a körzet képviselőjelöltje. Ebben a körzetben nagy probléma, mint egész Pécsen, mint az 1-es, 2-es választókerületben a munkanélküliség, hogy a munkahelyek hiánya, nincsenek ipari létesítmények, nincsenek gyárak, bezárt a tejüzem, bezárt a húsüzem, elvitték a feldolgozóipart, a munkanélküliség nagy, még úgynevezett összeszerelő üzemeink sincsenek Pécsen, Pécsen lehetne építeni a turizmusra. A jelöltek mellett a Mi Hazánk kormányfőjelöltje is részt vett a pécsi kampányindítón. Azt mondja, erős programot állítottak össze a magyar választókkal közösen. Mi 2 évvel ezelőtt elkezdtük a Viradat program összeállítását, a magyar emberektől kértünk javaslatokat, ötleteket, mert azt gondolom sokkal jobban értenek hozzá, mint izraeli vagy amerikai kampánytanácsadók, mint Finkenstein vagy Ron Werber, és így állítottunk össze egy olyan programot, ami egy forradalmi program, mert 1 év alatt elkezdenénk az első 1 évben már a magyar nemzetgazdaság visszaállítását, például azzal, hogy 700 kis és nagy üzemet, élelmiszeripari üzemet építenénk meg állami beavatkozással. Kiemelten fontos a határvédelem és a közbiztonság helyreállítása is Torockai László szerint. Mind a 106 körzetben elkezdték az ajánlások gyűjtését. A pártelnöke szerint bejutnak a parlamentbe április 3-a után, és ott meghatározó erőt fognak alkotni.